Besenyszögön több éves múltra tekint vissza az íjászkodás. A hagyományőrzés nem lehet elég korán kezdeni. Ez motiválta a szervezőket az Aki leesik, az kiesik névre keresztelt diákverseny megrendezésekor. A tanulóknak ügyességi feladatokat kell végrehajtaniuk íjjal és ostorral. A helyszínős Kultéti József tudósít. Aki leesik, az kiesik címmel hagyományőrző ügyességi versenyit Besenyszögön általános iskolások részére. Tulajdonképpen a háttérben már javában zajlik a készülődés. Mit lehet tudni magáról a versenyről, általános iskolásoknak mit kell tenniük? Hát ügyességi verseny gyakorlatilag az egész, és hát szalmabálákon kell végigugrálni csapatokba, és időre ugrálják, és aki leesik, az természetesen kiesik, mint ahogy a cím is, be is benne van, és azok nyernek, akik leggyorsabban végig érnek a bálákon, azon kívül más versenyek, más ügyességi versenyek is lesznek, íjászkodnak majd ilyen műlóról, akkor ostort pattintanak, azt is ki tud jobban, általában ügyesek nagyon. Ezek a mai gyerekek közül a itt falun legalábbis kezére áll az ostor az ilyen gyerekeknek. Ugye itt hagyományőrző feladatokról van szó, már annak is hagyománya van itt Besenyszögnek, hogy hagyományt őriznek. Úgy van, egy 4-5 éve talán, hogy intenzíven elkezdték ezt szervezni. A gyerekeknek nagyon tetszik, nagyon örülnek neki, mert hát játék végül is az egész, de ügyesednek tőle, erősödnek, és hát a versenyszellemet is növeli egy kicsit, de nagyon tetszik nekik. Ezek közül mi az, ami talán mondható, hogy a legnépszerűbb, szóval lovon ülni, íjászkodni, az ostort kézbe venni? Hát én azt hiszem, hogy azt tetszik nekik az ugrálás a bálán. Az előtte is már ugráltak, valószínű úgy is jött ez, hogy kint hagyott bálákon a gyerekek elkezdtek ugrálni egyikről a másikra. Tehát tetszett nekik. A leesik is, nem esik nagyot, puha a bála. És ebből lett végül is a verseny. Én szerintem azt tetszik még, amikor ugrálják a bálákat. És egy fél mondatot a holnapi napról is, a szombatról is beszéljünk, mert hogy íjászverseny is lesz, esetleg be tudjuk most harangozni. Úgy van, köszönöm a lehetőséget. Valóban holnap ez is már hagyományozó íjászverseny lesz, lovas íjászverseny, ugyanis vannak talpas íjászok is a faluban, sokkal többen. De egy 6. éve, hogy megalakult ez a lovas íjászakosztály, és Kassai Lajos által kitalált és elmondott szabályok szerint építettünk egy pályát, és meg vannak hívva országosan lovasok, nagyon jó hírű lovasi jászok jönnek, úgyhogy mi amatőrök csak úgy majdnem, hogy csak csodálkozunk rajtuk, hogy tudják csinálni a dolgot, de igyekszünk mi is. Tehát ez egy ilyen nagyon szép hagyomány lesz lassan a faluban, vagy a városunkban most már. Hát nem tudom, hogy önök csodálkoznak-e, mi mindenféleképpen csodálkozunk azon a tehetségen és ügyességen, amire itt az íjászok képesek. Szóval szombati napon íjászverseny itt Besenyszögön, ma pedig túl vagyunk egy hagyományőrző ügyességi versenyen diákoknak. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos a hagyományápolás. Józsi, köszönjük szépen!